Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy ennyien nézitek a videóimat. Ha feliratkoztok a csatornámra, egyből értesülhettek a friss megosztásaimról. A fontos információkat meg szoktam osztani a videó alatt. Ha több feliratú gombra kattintasz, el is olvashatod. Ha személyes jóslásra, energetikai tisztításra szeretnél jelentkezni, a Marika Jósnő Facebook oldalán írhatsz privát üzenetet és kérhetsz időpontot. Ha követitek a Facebook oldalamat, részt vehettek a nyereményjátékokon, és értesülhettek a live időpontjáról is, ahol élőben tehettek fel nekem kérdéseket. Hamarosan megnézzük, mit mutatnak a lapok. Sziasztok, Marika Jósnő vagyok, és hoztam nektek a számmisztika szerinti jóslatokat novemberre. 1-9-ig fogunk végigmenni a számokon, és megnézzük, hogy mit üzennek a lapok fentről, mi az üzenet. A számítást egyébként megtaláljátok a videó alatt, ha több gombra kattintasz, mert ugye mindig ez a kérdés, hogy hogy kell számolni. De most hiába írtok nekem ide a YouTube-ra, mert sajnos itt nem tudok válaszolni. Tehát nekem a fő terület a Facebook, tehát több oldalt kezelek, ott szoktam nézni az üzeneteket. Tehát ha bármi kérdésetek van, akkor a Marika Jósnő oldalra írhattok nekem privát üzenetben, hogyha bővebb jóslást szeretném, mert ugye természetesen ez egy általános jóslat, tehát nem szól mindenkinek. Úgyhogy odaírhattok nekem, vagy ha karkötőt szeretnétek rendelni, csakra karkötőket, grabovoly számos karkötőket, akkor ott megtehetitek, kiválaszthatjátok, hogy mire van szükségetek, milyen életterületet szeretnétek erősíteni, akár egészség, párkapcsolat, szerelem, vagy anyagi bőség. Tehát mindenre van egy számsor, amit én szépen megtisztítok, beenergetizálok és aktiválom a fénykódokat, tehát nektek már semmit nem kell csinálni vele. Azt kérdeztétek, hogy most én hogy hordjam, jobb kézen, bal kézen, mit kell vele csinálni, semmit nem kell csinálni, megtisztítom minden negatív energiától a karkötőket, a programot aranyfényben beleteszem a karkötőkbe, tehát ezzel neked nincs gondod. Hogy jobb vagy bal oldalon hord egyébként, az megérzésed szerint hordhatod, mert hogyha magadat belülről szeretnéd erősíteni, akkor a bal oldalon, hogyha esetleg a jövődet, akkor a jobb oldalon, de egyébként, hogyha a jegyzeteket megnézitek, ott minden le van írva. Tehát, hogy hogy kell az ékszereket tisztítani, melyik oldalon érdemes hordani, tehát mindent összefoglaltam nektek. Mert ugye természetesen ez sem örök, mert az ásványok, a kövek és a kristályok azt a célt szorgálják, hogy a negatív energiát, ugye, azt a, szépen a szervezetedből összegyűjtsék. És ha elszíneződik a kő, akkor vagy pihenteted egy kicsit, vagy megtisztítod. Tehát különböző tisztítási módszerek vannak egyébként, azt is leírtam nektek. Akár terihold, mondjuk a sót azt nem ajánlom, de fénnyel, energiával esetleg, ha spirituális vagy, kirakod a teliholdra, vagy esetleg tiszta vízzel, füstölővel, bármihez megtisztíthatod. Úgyhogy, hogyha a színe nem jön vissza, akkor beteljesítette a feladatát, akkor másikat kell hordani. Na nézzük. Ha egyes vagy, akkor megnézzük az üzenetet neked. Tehát az egyeseknek mi az üzenet november hónapra. No, hát teljes megújulás látok. Amennyiben hölgy vagy, új energiákat látok a hónap elején. Viszont utána radikális változás. Azt ajánlom neked, hogy ezt a változást ne éld meg negatívan. Amennyiben párt keresel, rengeteg férfi jön majd az életedbe, sok férfivel ismerkedsz meg, lehet, hogy még most nincs köztük itt az igazi, de olyan törvényszerű dolgok fognak vele megtörténni, mint általában ugye, mikor valaki szakít, vagy lerakja a terheit, azt úgy el kell engedni, ez egy folyamat. Mert hogyha valaminek vége, ugye van egy gyászolási időszak, valakinek pár hét, pár hónap, de ne cipeld magadba évekig, mert úgy látom, hogy neked most a párkapcsolat, ami fordulópont lesz. Lehet, hogy egy-két férfi jön az életedbe, de ott van a szív király a végén, tehát megnyugodhatsz. Ebben a hónapban én olyan szép lapokat látok neked, csak azt ajánlom, hogy te is tegyél hozzá valamit, mert látom, hogy spirituális vagy, be tudod vonzani az értékes embert az életedbe, aki lelkileg a lélektársad, aki őszinte veled, aki értékel és megérdemel téged.
Tehát ez hónap végén már meg fog valósulni. Úgyhogy ne keseredj el, azért dobják eléd ezt a sok férfit, hogy tapasztalj. Döntsd el magadba, hogy mit szeretnél, nyilváníts ki, és ott lesz a végén. Nem ismered még, de ott lesz. Tehát szerencsét látok az egyeseknél párkapcsolat terén. Most ez lesz a hangsúlyos, mert több mindent el fogsz itt engedni a hónap folyamán. A negatív energiákat is, hál' Istennek. No, nézzük, hogy a ketteseknek mit hoz ez a hónap, novemberben milyen energiák lesznek. A kettes típusú emberek mire számíthatnak? Hát én azt ajánlom neked, hogy ne vekengj a dolgokon, mert bele vagy betegedve a dolgokba. Ezt most szépen le tudod zárni, mert hogyha sokáig csinálod ezt a negatív időszakot, amiben voltál, meg gondolkodsz, akkor ott van a megfázás, allergia, aszma, kisebb betegségek, itt fáj, ott fáj, a fejem fáj, nem. Ezt most szépen le fogod zárni. Új energiával, megújulva a hónap közepén már bevonzod azokat a dolgokat, amit szeretnél. Hogyha energetikai tisztításra van szükséged, akkor pedig nyugodtan írjál rám itt a Marika Jósnő oldalon, küldd el a nevedet, a születési évet, hónapot, napot, és én megnézem, hogy mit kell oldani rajtad. Mert hogyha egy életterület nem működik, ott bizony probléma van. Lehet átokrontás, kötés, fogadalom, eskü, bármilyen negatív energia, egy csakra elzáródás, egy blokk, egy negatív energia, szépen fel lehet oldani, és látom, hogy már itt hónap közepére elmegy az életedből ez a negatív időszak. És fel tudod oldani ezeket a blokkokat. Na, én látok egy vagy nálad, vagy a szüleidnél, vagy a családba egyébként lakás adásvételt. Látom, hogy már régóta félelmek vannak ezzel kapcsolatban bennetek, blokkolva volt ez a ház. Nagyon sok ilyen vendégem van egyébként, hogy nem tudják eladni a házat. Hát én azt látom bizony, hogy nagymama, anyuka, apuka vagy bárki, aki hol élek ott van, ezt megakadályozza. Tehát ő olyan energiához ragaszkodik, ami miatt nem tud megvalósulni ez az adásvétel. Ezt fel lehet egyébként oldani, szépen visszaküldeni. Te is megpróbálhatod, hogy segítesz, gyertyát gyújtasz, odadod azt az energiát, amiért ott van, de ha segítségre szorulsz, én szívesen segítek neked, mert látom, hogy ott van a szerződés, amire már nagyon régen vársz, ott van a papíros ügy, és nagyon jó árat fogsz kapni érte. Tehát ha lakáseladás, lakásvétel van, az most begyorsulhat neked, ami idáig gátolva volt, az most ott lesz neked. Mert ahogy te is tisztulsz, a környezeted is tisztul, azt sugázod ki, és azt vonzod be, amit szeretnél. Na. Na nézzük, hogy a hármas emberek, a hármas típusú emberek milyen energiákra számolhatnak, tehát mi az, ami fontos ebben a hónapban, novemberben, mi az, amire vigyázni kell. Ott van a döntés nálad egyébként, ott van a határozottság, teljesen pozitív vagy hónap elején, hallgass a szívedre, a lelkedre, látom, hogy a munkában vannak problémák, tehát valamit veszteségként éltél meg, na most az is szépen alakul, az is lehet, hogy találsz munkát, elvesztetted a munkádat, és egy nagyon jó kis környezetbe csöppensz bele, sok embert megismersz, csak arra vigyázz, hogy ne mondj el mindenkinek minden, mert hiába pozitívnak látszanak, lehet, hogy kiforgatják most a szavaidat. Tehát tarts magadba, kerüld a pletykát, főleg én hölgyeket látok egyébként, akik féltékenyek, vagy hamisak, vagy akár munkahelyen, bárhol, tehát ne menj bele az ilyen dolgokba. Jól van, anyagilag nem látok problémát, a családdal is, és a szerelembe is alakulnak a dolgok. Tehát most valami megindul anyagilag is, és a szerelembe is, amennyiben voltak gátak, az most szépen lehullik, és pozitív irányba fordul minden. Na nézzük, hogy a négyes típusú embereknek mit mutatnak a lapok, mi az üzenet fentről. Novemberben mi várható?
Anyagilag nem lesz probléma, tehát úgy látom, hogy anyagilag jön a pénz, ott áll a szerencse, tehát ilyen probléma nincs. Amennyiben párkapcsolatban élsz, teljesen pozitív szívkirályt látok itt, amennyiben férfi vagy, bepörögnek az események egyébként nálad. Valami megindul, tök pozitív vagy, úgyhogy olyan dolgok jönnek az életedbe, viszont aminek döntés, tehát döntéshelyzet a vége. Le kell zárnod dolgokat, és csak úgy tud elindulni az új energia, ami már nagyon jönne neked, és támogató lenne, hosszú távú stabilitást hozna az életedbe. És azt is fog, mert le fogod tudni zárni egyébként ezeket a dolgokat már hónap végére. Új emberek jönnek az életedbe. A régiek, amik már nem szolgálnak téged, vagy csak az energiádat szívják, mert látom itt a panaszkodást, akár munkahelyen, családtag, bárki lehet, panaszkodnak, ráteszik az energiát, védj le magad. Különböző technikák vannak. Ha egy tisztítást szeretnél, írjál nekem, megnézem, mi van rajtad, vagy magadnak meg tudod oldani. Kérj a teremtőtől egy védelmet. Bízd rá, hogy milyen védelmet az energiavámpírok ellen, és akkor te azt szépen megkapod. Angyalokat, Mihály arkangyalt, bárkit hívhatsz, mert az emberek ne szívják már az energiádat feleslegesen. No. Az ötösöknek nézzük még hozzá november. Mi az, amire számíthatnak? Mi az, ami fontos? Mi az üzenet? Bepörögnék itt az események több dologban is. Ha munkát keresel, több lehetőség van, szuper lehetőségek vannak. Én egyébként látok neked egy utat. Hát most itt külföldet mutat, de ez egyébként lehet Magyarország is, de minden esetre lakóhelyettől egy kicsit távolabb. Tehát mintha rég megvalósult volna ez az út, vagy csúszott volna, és most titok még hirtelen jön egy gondolat is, és ezt meg tud valósítani egyébként. Tehát egy kis kiluccanás, akár valami kis hétvége, vagy valami, hogy feltöltődj, ez a te döntésed. Hát rengeteg ember vesz körül, akár családban, munkahelyen, úgy látom. No, hát a szerelemben is várhatók dolgok egyébként. Mert látok a szerelemben változást, ami teljesen pozitív, mintha meg lett volna neked, de most egy kicsit így lelkileg ez a dolog, de hogyha párod van, akkor ez most olyan kiegyensúlyozott helyzetet mutat, fel van töltődve ez a férfi, tök pozitív, humoros, mókás, kimutatja jobban, hogy szeret téged, olyan kis megújulás várható párkapcsolat szerelem terén neked, amennyiben van párod. Na, nézzük, hogy a hatosoknak mit mutat a kártya, mi az üzenet fentről, mi az, ami fontos novemberben, mi várható. No, hát úgy látom, hogy anyagilag támogatva vagy, ott áll a szerencse melletted, még olyan kis hamis pénzek, illetve ami nem papíron van, ilyen kis pluszpénzek is jöhetnek hozzád, amire nem vártál. Most nyugodtan vehetsz egy sorsejet egyébként, vagy lottó, vagy ilyesmi. Mert a szerencse az melletted áll anyagi téren, új dolgok vannak leszületőben a fejedben, amit meg kellene valósítanod. Tehát valamit kitalálsz, de ez lehet több dolog is egyébként. És utána valahogy abba marad. Nem. Tessék tovább gondolni ezt a dolgot. Bármivel kapcsolatban lehet ez a dolog, ne nyomd el magadba, mert lehet, hogy lesznek gátló tényezők, de reményeid szerint meg tudod valósítani most, amire gondolsz egyébként. Tehát több dolog van itt, ami fontos, és meg tudsz valósítani. Párkapcsolatban most én nem látok problémát egyébként. Most olyan kiegyensúlyozott hónap lesz, tehát mindennek tudtok beszélni, olyan kis pozitív dolgok, itt a hűség, én jó kapcsolatot látok, amennyiben párkapcsolatban élsz, tehát ilyen pozitív változás, megújulást a kapcsolatban. Na, nézzük, hogy a heteseknek mit hoz ez a hónap, novemberben mi várható, milyen energiák jönnek, mi az üzenet fentről. Munkában esetleg lehet változás, ha nincs munkád, vagy olyan fárasztó, bele vagy betegedve, most bepörögnek a dolgok, több ajánlat is lesz, úgyhogy munkában
nem látok rossz dolgokat. Hát most a család, ami fontos neked is, a baráti kör, beszélgetések, nem látok problémát itt a családon belül és a gyerekekkel, a szülőkkel, tehát olyan jó kis stabil viszony van egyébként, úgy látom. Hogyha párt keresel, akkor most új kapcsolatok jöhetnek, akár férfi vagy, akár hölgy vagy, új kapcsolatok jöhetnek az életedbe. Olyan emberek jönnek majd hozzád, akikkel tapasztalsz dolgokat. Lehet, hogy most nem az igazi jön egyébként, de tehát az élet elébb dobja ezeket a dolgokat, mert nagy lezárásokba vagy. Tehát tapasztalni kell ezekből a kapcsolatokból neked. Lehet, hogy minden olyan szuperül indul, aztán mégsem felel meg neked, de szépen el tudod engedni, mert támogatva vagy, és bemozod magadnak a szerelmet, mert ott van, amire vágysz, az meg lesz. Tehát az ki fog alakulni, nem azt mondom, hogy oda dobják eléd a szép királyt, vagy a szép királynőt, de a sokban, a végén benne van vágyaid szerint, amit keresel. Egy jó kis harmonikus kapcsolat. Na, nézzük, hogy a nyolcasoknak mit üzennek fentről. Novemberben milyen energiák jönnek. Hát nem azt mondom, hogy problémamentes lesz az időszak, de november végére már ilyen teljes megújulás. Tehát a hónap eleje, közepe egy kicsit olyan feszkós, feszült helyzet lesz neked, olyan veszteségként ész meg dolgokat. Egyébként az is lehet, hogy valakitől eltávolodsz, vagy a családtagjaid, szüleid, testvéreid, tehát valakit lezársz. De lehet, hogy csak ezek a negatív energiák szűnnek meg, mert hónap közepétől úgy begyorsul minden, megújul, ne vedd a szívedre a dolgokat, meg lehet beszélni. Tehát egyébként egy jó nagy családi karmát látok itt nálad, tehát a gyerekszületés lesz a családba, akkor úgy látom, hogy tehát én nagyon érett gyermek lesz. Tehát az ősök közül leszületik valaki, tehát spirituálisan fejlett és új képességű, úgy látom. Tehát azért születik le ez a gyerek, amennyiben ugye gyerekszületés lesz a családba, hogy békét, harmóniát hozzon és a problémákat megoldja a családba. Tehát ez egy tisztul ez az egész családi karma, én úgy látom. Tehát, hogy harmóniát hozzon az életbe és megújulást. Nos, a terheket leteszed, és hónap közepe vége fele már teljesen új dolgok jönnek az életedbe. Anyagi stabilitást látok nálad, nem kell aggódnod az anyagi miatt. Olyan is van, hogy nem számítasz rá, úgyhogy vehetsz sorsegyet, bármit. Melléd áll a szerencse a dolgokban. Lelki megnyugvás, teljes harmónia és szerencse. Örömök, ahogy te eltervezted. Tehát hónap elejét közepén még egy kicsit olyan túlfeszült, túl sok negatív energia van, rád rakják az emberek, mondják, ezt szüntesd meg, ezt el kell engedni. Hónap végére már minden rendben lesz. Na nézzük, hogy a kilenceseknek mit mutatnak fentről, milyen energiák jönnek, milyen változások, mire számíthatok. Egyébként sokan mondjátok, hogy szerelmet nem is mondtam. Hát valószínűleg akkor, hogy a szerelemben abban a hónapban nem sok változás van, hogyha nem kaptunk olyan útmutatást. Tehát minden terület nem jöhet ki változásképpen. Tehát ez az üzenet egyébként nem mindenkinek szól. Tehát ez nem személyre szabott, tudjátok. Mert a személyre szabottanok mindent meg szoktunk nézni, minden életterülete. Na nézzük a kilenceseknek. Hát én úgy látom, hogy elég spirituális vagy, és jönnek hozzád a képességek, megérzel dolgokat, még ha nem is veszel róla tudomást egyébként, ott vannak az égi világok, segítenek. Vedd észre, hogyha súgnak egyébként, vedd észre. Egyre jobban nyitottabb leszel ezekre a dolgokra, biztos, hogy megérzel dolgokat, hallgassál, és ne nyomd el magadba. Nos, ha munkáját szeretnél váltani, akkor az most sikerül neked, és nagyon pozitívan. Mert látom, hogy az a munka, ami volt neked, vagy esetleg van, nem szereted.
tehát bele vagy betegedve, ott nem jók az energiák, és ez le is lesz zárva, úgy látom, és vágyait szerint valami nagyon jó kis munka, ami megújuláshoz számodra, anyagilag is több pénzt fizetnek, ha külföldre készülsz, az is összejöhet, nagyobb távokat is megtehetsz egyébként. Tehát a munkában lesz változás, hallgassa a fentiek, nehogy súgnak neked, ne nyomd el magadba. Egyébként azt is lehet csinálni, hogy elalvás előtt megkérjed az égieket, hogy mutassák meg neked, ami fontos. Vagy ha valamivel kapcsolatban szeretnél információt, az közöljék veled. A füledbe súgják, küldenek olyan álmokat, néha persze nehéz megfejteni, de ha megkéred, igenis megmutatják neked, és hallgatni kell rá. Nos, a családban lehet egyébként ingatlan eladás, lakásvétel, ami nagyon gyorsan begyorsul. Én egy nagyon szép új típusú házat látok egyébként, építkezést, vagy bármit, lakásfelújítást, ami most folyamatban lesz családban, nálad, környezetekben, tehát lakással, házzal kapcsolatos dolgok beindulnak csettintésre. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Nagyon szép novembert kívánok nektek, úgy, ahogy elterveztétek.